Megszüntetjük a Vitézi Dávid által kitalált és a jelenlegi városvezetés által támogatott őrült baloldali közlekedési koncepciót, azaz az autós üldözést. Ehelyett biztosítjuk a zavartalan és akadálymentes autós forgalmat, megszüntetjük a torlódásokat. Emellett kizárjuk a tömegközlekedésből a viselkedés zavaros, garázda és kultúrálatlan személyeket. A kerékpárutakat mind az autós, mind a gyalogos forgalomtól elkülönítetten, azokat nem akadályozva és a szezonális hatásra is tekintettel alakítjuk ki. Sehol nem zárunk le közutat a forgalom elől, egyben megvédjük a bontástól a meglevő hidakat, felül- és aluljárókat. Az indokolatlanul elhelyezett forgalmi akadályokat eltávolítjuk, ugyanakkor fekvőrendőröket helyezünk el minden iskolához és óvodához a gyermekek védelme érdekében. Őrzötté tesszük a PR parkolókat, fedetté a megállóhelyeket, és menethenthez kötötté az agglomerációs vasút közlekedést. Minden Budapesten és annak agglomerációjában lakóhelyen rendelkező számára ingyenesé tesszük a metró, a föld alatti vasút és a hét közlekedést. Támogatjuk az M0-ás körgyűrű befejezését és díjmentes használatát, ugyanakkor ellenezzük a tehervasút forgalom növelését célzó és a lakosságot, valamint a környezetet veszélyeztető déli körvasút terv megvalósítását. Megregulázzuk a parkolási maffiát, azaz felülvizsgáljuk a teljes fizetős parkolási rendszer tér és időbeli szükségességét. Minden parkolási bevételt kizárólag ingyenes parkoló kialakítására fordítunk, és megtiltjuk a kerékbilincs használatát. A Mi Hazánk mozgalom rendet teremt, és élhetővé teszi a fővárost. Június 9-én szavazzon a Mi Hazánk főpolgármester jelöltjére, dr. Grunner Andrásra.